Ez olyan, mint egy gyerekkori álom, tehát ez nagyon különös, vagy nagyon furcsa az elején, egy kicsit olyan kultúrsok jellegű. Mindig menni főnöfán, 10 méter magas, mindenhol, mindig mozog a fák, és meg a híd között, és akkor ez egy furcsa érzés, ez nem egy könnyű hely. Tanítod magyarul? Hát mindenki. Mindenki. Hát ő úgy mondjuk kocsmába tanult. Másfél éve nem tudtam beszélni magyarul, de semmi szó. Semmi, nem tudtam mondani semmi. Most jobban tudok mondani, mit gondolom, vagy mit akarok mondani. Itt az egész az bio, meg eco. Bio az mit eszünk, és eco az egész szemetből csinálunk, akkor vagy használunk újra, vagy mindig használunk újra, vagy építésünk valamit vele, vagy csinálunk egy kert. Ez mindig van ezt a íze, akkor ez egy dolog. Ez egy fontos dolog, mert ez nem könnyű, de ez egy dolog. Második dolog, ezt felelem munka, és a harmadik dolog, ez gyönyörű. Az is a célja ezzel az egészet tulajdonképpen, tehát kicsit, hogy az embereknek tanítani azt, hogy nem kell megállni ott, ahol a félelem van, mert túl lehet lépni. Tehát, mert tényleg, mert mindenki, én is, ahogy így legelőször fölléptem a hidakra, vagy akármi, akkor úgy megijed az ember, hogy Jézus Mária, de magasan vagyok, meg jaj. Tehát a rossz érzés pedig, hogyha elgondoljuk, hogy mit tudom én, 60-70 centis híd, vagy nem tudom, tehát egy olyanon simán elmegy az ember a földön, de hogyha tudja, hogy mellette levegő van, akkor már nem. Pedig ugyanaz. Az első, ki mondta, mit kell csinálni, ez a fa. Kell mászni, van egy csomó erős fa, kell találkozni vele, mászni, tudni, hogy fúj a szél, hol van a súlypont, mi bírja, a beteg vagy nem. Itt nem csinálunk lyuk fába, nincs szög fába, és akkor az kövesebb lehetőség van. Ahogy a fa adottságai kívánják, úgy csinálod a házat. Igen, pont az. És szerintem nem lehet csinálni, biztos lehet csinálni valami más, de nem látom, hogy... Mert az fontos, hogy mindig tud mozogni a hág, meg a fák, nem legyen erő. De fontos, hogy nem legyen vizet is, akkor lesz egy kis gumi, itt is, itt jól lehet látni a szisztéma. Van egy keret, van a lág. Megtaláltam az utcán, Pesten. Ott voltam egy éjszaka, és láttam sok darab ablak, és kocsiba voltam, és mondom, oké. Valaha tanultad te valahol, vagy van valami ilyesmi? Nem, hálomba. Tényleg. És akkor mikor kész lesz, lehet lesz csinálni az egész 5 hektár, mennyi mindenhol, majdnem az egész fán, mert van a fizikai pálya, mert van kötél, mert van 2 hág, nagyon között, lesz 10 ház, 11, lesz ezt a nagy platform, ki lesz egy központ, ahol lehet találkozni mindenkivel egybe, mondjuk ez 20 emberek egybe, 20-25, lesz egy tűzhely is. Ez egy nagyon jó kovácsolódós hely szerintem, tehát ebből nagyon sokat lehet tanulni szerintem, pláne olyanoknak, akik nem ilyenhez vannak hozzászokva. És ez nem messze Pestől, és az jó, az 40 perc, 45. Hol vagyunk most pontosan? Pontosan, akkor itt 5-6 km van Kospalág, egy kis falu, arrafelé van Szokolya, az mondjuk 4 km, 5 km, arrafelé van Kismaros, az másfél óra gyalog, akkor az 8 kilométer. És itt a Duna csinál egy körül, nagyon jó érzés ez is. Akkor vagyunk Börzsönybe. Én ittől mindig kapok valamit, és mikor megyek Pestre, akkor velem van ez az érzés, vagy erős érzem magam, és az jó.